Lassan, de biztosan közeleg a tél. Az illetékesek szerint azoknak a szabadkaiaknak, akik gázzal fűtenek, a jelen állás szerint nem kell tartaniuk az imankótól. A városban mintegy 9000 felhasználója van a szabadkai gázművek kommunális közvállalatnak. Amennyiben a többi háztartás közül valamelyik még a fagyok beállta előtt csatlakozna a hálózatra, ingyenesen megteheti azt. A többszöri árcsökkentésnek köszönhetően egyébként ezért az energiahordozóért a háztartásoknak 41 dinár 56 parát kell fizetniük köbméterenként. A szabadkai gázművek kommunális közvállalat igazgatója szerint a városnak 23 és 25 millió köbméter közötti mennyiség kell. Ez a szobotice gáz obezbeđen, ugovoren, Subotica nikada nije ni bila sporna po pitanju količina koju treba da dobije. Na vreme napravimo ugovore sa snabdevačem, odnosno sa Srbijagasom i do sada nismo imali ni jednu upitanost u smislu da li će gasa biti dovoljno. A fűtési idényre Szerbiában az illetékesek szerint lesz elég gáz akkor is, ha megszűnik az energiahordozó beszállítása Ukrajna irányából. A szerbiai gázművek szerint az udvarnoki föld alatti gáztározóban mostanáig 381 millió köbméter gázt halmoztak fel, ebből 141 millió köbméter a szerbek tulajdonában van, illetve 240 millió köbméter az orosz partner a Gazprom export tulajdonában. A tervek szerint október derekáig sikerül a tározó teljes, mintegy 450 millió köbméteres kapacitását feltölteni. Ennek köszönhetően az elsőbséget élvező fogyasztók 112 napi fogyasztását tudják majd biztosítani.